mai nap egy nagyon különleges nap a Galériának és az ügynökségnek és nekem is az életemben, mert amikor az a gondolat kipattant a fejemből, hogy ha már én egyszer szeretek festeni, és ráadásul a kapcsolati körömben az alkotótáborok révén nagyon klassz embereket, festőművészeket sikerült megismernem, és akkor miért ne csináljunk egy ügynökséget és egy kortárs galériát. Egyszerűen el kell jönni Budapestre, meg kell mutatni magunkat a fővárosban, meg kell mutatni a művészetünket, azt, hogy milyen irányvonalakat képviselünk a mai kortárs képzőművészetben. Szeretném azt elmondani, hogy ennek a tárlatnak az a címe, hogy tavasz, ébredés, szerelem. Április van. Lehet mondani, hogy kiszínesedett körülöttünk minden, lehet mondani, hogy él, zsong, pezseg a környezet, a természet, és ebből majd rendkívül színes csokrot hoztunk ide önöknek. Mindösszesen 50 műalkotást állítottunk ki, és 11 kortárs képzőművész együttes munkájaként láthatják ezt a színvonalas kiállítást. Másom vagy, és én lélegző bábod.
kettőnk között a horizont alatt a világ éppen magára marad. Kalózkodik a képzelet. Víztükröt bohó leszek, mesztelenen még egy színpad alatt, olykor ennyi a szív. És elmerül benne az éjszaka. Csillagmezőt néz a domb, a vitorlákra félbolond szelet köt egy árnyalak. Ha rőt szakállat fest az ég, mi egymásért vagyunk vadak. Thank you.
Dániel Jézus bele is válogatva gyorsan. Tudják, nincsen annál csodálatosabb dolog, amikor egy festő egyszer csak rátöbbent arra, hogy mi a fenének tartok én be mindenféle festészeti szabályra. Minek alkotok úgy, hogy mindenkinek megfeleljen. Ha rátöbbent arra, hogy tennéd be a szabályokat, nekem máshol van szüksége, és meg is találja szállás. Nem akar már onnantól kezdve senkinek sem megfelelni. Onnantól kezdve művésznek nevezheti magát. Mindenki, aki ebben a galériában a művészként dolgozik, az élmény alapú festészetet csinál. Vagyis az a festészet attól hiteles, hogy valahol az átért és megért élményeket valahol meg tudja képiesíteni, méghozzá nagyon-nagyon karizmatikusan, és nagyon-nagyon hitelesen, és nagyon-nagyon katartikusan. Még az enyémet végig parangolod.